mindenkit nagy szeretettel köreinkben, úgyhogy kezdhetünk dolgozni. A Robert még nem érkezett meg, de ígérte? Nem. Nem. Mert nekem mondta, hogy jönni akar. Na tehát, nem vagyunk öten, úgyhogy nem kell izgulni, mert hogy ilyen járvány időszakos van. Itt ülnek tarpik maszkban a fiatal emberek, úgyhogy ez van. Tehát elkezdtünk foglalkozni. Mivel is foglalkoztunk a múlt héten? A neutron 20 pikkelyéről volt szó. Igazából az egy ikozaéder, ha belegondolsz, ugye? Ezt akartam. A 20 pikkely az úgy adódik éppen ki, hogy az egy ikozaéder. És tényleg a neutron kinézésében van egy ilyen, csak a sarkai azok ilyen legömbítettek, tehát nem ilyen szögletes kinézése van neki. Már nem is merem azt mondani, hogy én láttam, de ez így van. És ezért tudom azt mondani, hogy ilyen, meg olyan, lelassítva láttam az egésznek a működését. Ugye az anyagot nagyon szeretnék definiálni, hogy mi is az anyag. Ugye elakadt, hogy olyan 50-60 évvel ezelőtt a kvarkoknál elakadt a történet, és hát igazából az egész kvantumfizika úgy elakadt, úgy a dugájába dőlt, aztán most már nem is illik beszélni dolgokról, rengeteg ellentmondás van, már nagyon látszik a matematikai ellentmondás is. Tehát már az egyenlő MC nézet képlet értelmezésében is komoly nagy ellentmondások vannak. Tehát az anyag a büdös életben nem alakul energiával, és az energia sose alakul anyaggá. Úgy nem, ahogy ők elképzelik. Tehát úgy nem. A folyamatában ugye a teremtő maga az egy tahion. Az egy tűzelem, ami vízelemekből keletkezik, és az a tűz meg a vízelem az a káosznak a két őseleme. Mert aztán még van kettő, de most az első kettőről van szó. Ott még se anyag, se energia nincs, tehát semmi olyanról nem beszélhetünk, hogy tömeg, távolság, ezekről nem is beszélhetünk, mert csak az idő létezik kezdetben, az idő méghozzá több forrásból keletkező idő, és 10 forrásról tudunk, hogy 10 darab van a feljegyzések szerint is, meg a földön kívüliek szerint is, 10 darab forrás van, az ábrák szerint, amit leadtak, azok szerint is, és így tovább. Meg, hát ugye van a Földnek rengeteg fennmaradt információja erről, amit letoltak a pályáról, nagyon leugatták, nagyon letolták, nagyon lecikizték, szóval nagyon, mint az étert, ugye? Az étert is piszakul lecikizték, aztán ugye a Ligó meg a Virgo az két, mindjárt a Virgo az a Pisa melletti, az mellett ugye elmentünk, a Ligó az még két Amerikában, Észak-Amerikában lévő gravitációs távcső, amik sikeresen mértek mondjuk két fekete lyuk összeütközését. Én meg azt mondom, hogy hát nem kell ehhez fekete lyuk, mert a gravitációs hullámokhoz nem kell egyáltalán fekete lyuk ütközés, hogy azok keletkezzenek, hiszen ez okozza magát a tömegvonzást. Ez a radír leesik az asztalra, elengedem és leesik az asztalra, akkor az a tömegvonzás akkor is működik, nem mágneses, nem és mégis leesik, mégis úgy vonzza négyzetesen, tehát nagyon, nagyon érdekes, a távolság négyzetével. Tehát itt még, amit mentünk az elején, ugye ott mondtunk, ott még nincs energia, meg anyag, sőt, tér sincs. Na ez, ami érdekes, hogy kezdetben nincs még téridő. A téridővel, úgy mondták, hogy a téridővel együtt keletkezik az anyag, ez sem igaz, mert hogy előbb keletkezik egy üres, fekete téridő, igazából ő maga fény, ez a fénynek az első megjelenési formája, de miután nincs, amiről visszaverődjön, nincs, amiről visszapattanjon, nincs, mihez viszonyítani, hát hiszen még semmi nincsen, anyag még nincs. Ha nincs anyag, nincs látó, nem látja senki a szemével, tehát láthatatlan feketesség az egész. A teremtő is. De ez a feketesség ugye a gyermeteg lelkűekben azonnal azt a hatást látja, hogy igen, akkor az a gonosz, az egy ilyen eléggé gyermeteg nekifutás, de hajlamosak rá. Nem a gonoszról van szó, hanem magáról a teremtőről, akiből majd a fény lesz, meg akiből majd az anyag lesz, meg akiből maga az Isten
lesz. Tehát bocsánatot kérek, mert ez az Istennek az első megjelenési formája, az a teremtőben jelenik meg. Parancsolj, Péter. Hogyha előveszem a bibliai teremtés történetet, ugyebár a hétnapos teremtést, akkor azt a hétnapos teremtést időfizikailag a neutronnak a születésére kell átültetnem, vagy a téridőtől kell számolni, elkezdeni ezt a számítást? Na most egy fényhét az egy túró, hogy mondjam. Fényhét az semmi. Hát az Oort felhő ide egy fény évre van, nem egy fény hétre, ugye 52-szer olyan messze van, ugye, mert egy évben 52 hét van, akkor 52-szer olyan messzire van, mint amennyi idő alatt fénysebességgel a teremtés eljut. Tehát már eleve itt kezdődik egy iszonyatosan melléfogás a problémába, ugye a vallási és a fizikai elképzelésekben, és egy nagy melléfogás van. De ez az egy nap, illetve a hét nap, ez nem naptári nap szerintem, hanem ciklus, tehát ilyen körüljárási napnak nevezi, szám, vagy megnyilvánulási időrétek. Napnak nevezi, és napnak is értelmezik. Igen, napnak nevezi, és napnak is értelmezik. És ez helyes? Hát nagyon nem, hát hiszen még föld sincs, milyen nap. Honnan tudja, hogy mennyi a 24 óra? Tehát itt kezdődik egy ilyen katasztrofálisan nagy félremagyarázás, mert rácsapnak, mint a gyöngytyúk az orváladékra, mert értem, de nem arról van szó egyáltalán, ugye, hanem tényleg egy ciklusról, de egy nagyon bonyolult ciklusról. Meg fogom keresni azt a táblázatot a Mikrokozmosz, a Böhme könyvben. Az a Mikrokozmosz, van egy ilyen táblázat, ahol vagy 125 lépésben leírja a neutron belső szerkezetét, 1620-ban. A neutron belső szerkezetét. Nem a neutront, az 1930-ban fedezték fel. A Plutóval együtt, azt is akkor fedezték fel. Nem. Ez magának az egész működési elvét és a belső szerkezetét írja le, ami onnan látszik, hogy nem ő találta ki. Ez egy Schuster volt, ez a Böhme. Ilyen cipőfelsőrész készítő, Varga, vagy mit tudom, ilyen valami volt a foglalkozása. De kérlek szépen, egyáltalán semmi köze nem volt a dologhoz, és ez megvan a szövegében, megtaláltam, képzeljétek el. Ott van, hogy én ebből semmit nem értek, ezt az Isten diktálta. Vagyis, hogy ő egy proféta, akinek lediktálták újra a tudáskönyvét, amit lenyúltak, eltüntettek. Megvan, talán három példány van a Földön, egyet még nem találtak meg, de van még egy harmadik példány is, majd megtalálják talán, de ez a táblázata nagyon lényeges, ott nincs meg abban nem látszik a táblázat, ebben a dologban nincs, de az interneten láttam. De csak az interneten láttam, meg nekem megvan könyve, tehát meg tudjuk csinálni, vagy kiszkenneljük és kitesszük. Tehát a lényeg, hogy egy nagyon Mikrokozmosz néven fogod megtalálni, és egy ilyen elég nagy táblázat. És ez az a lényeg az egészben, hogy tehát még ott tartunk a teremtésben, hogy még nincs ez semmi, de már mindenki, már emberi lélekről beszélnek. Tehát abban a pillanatban, hogyha valamit nem értenek, akkor azonnal átugornak minden szakadékot, tehát ott kimarad egy csomó rész, hogy az anyag micsoda, minden kimarad, rögtön az ember, a lélek, meg a harag, meg a szerelem, meg a mindjárt ott tartanak, de bocsánat, mi szeret micsodát? Ugye? Ki mivel micsodát szeret? Ugye ez a kérdés. Mert hogy a szívével meg értem én, csak egy nagy baj van. Úgy kezdődik mindig, hogy Ádám a paradicsomba, az van a bal oldalán ennek a táblázatnak, ez nem az. Uh-huh. És a lényeg, hogy ez a ki szeret micsodát, ugye ez a kérdés, ott tartottunk. Ha nincs anyag, nincs téridő, nincs távolság, akkor most mi a büdös kutya fülét erősködnek ezzel? Hát nincs távolság. Milyen? Miről beszélsz? Jó, van, az ősrobbanást kitalálták. Az ősrobbanásban, hát az egy elég nagy ökörség, ugye, mert nincs benne az antianyag. Akkor utána később megpróbálták az antianyagot úgy berakni, hogy az anyag meg az antianyag egyszerre keletkezett, az antianyag megsemmisült az anyaggal együtt, és ami megmaradt, az univerzum. De akkor kicsit több volt az anyag.
De ez sem igaz, mert akkor meg nincs meg a paritás, nincs meg a párja. Tehát minden ilyen félre sikerültnek látszik az egész magyarázatrendszer, és én nem leszólni akarom a munkájukat, de hogy is nem jó. Az a táblázat, igen. És ez a mikrokozmosz, ugye? Az. Jó, ez jó. Tehát még nincsen semmi, de már mindent akarnak egyből. Fölrobbantják a meglevő anyagot, a meglevő energiával együtt, ami, mit tudom én, 10 milliárd Celsius fok, vagy Kelvin, tök mindegy, már 273 fok különbség, már milliárdoknál nem számít semmit, úgyhogy őrületes hőmérséklet van, de nem tudja még mi a fény. Nincs fény. De együtt akarja a fényjel fölrobbantani az anyagot, hogy ne kelljen megcsinálni a feladatot. Tehát kihagyta a feladat lényegét, hogy mi a részecske, hogy működik a részecske, mi a téridő, kihagyta. A téridőt a koordináta rendszerre behelyettesítették, és kész. Igen, de már a negyedik dimenziót sem tudja belerakni, mert nem tudja, mert már a koordináta rendszerben minden irány foglalt. Aztán nem lehet belerakni, de már a Descartes is küzd ezzel, de már még régebben, mert ez már az ókorban is megvolt. Szóval bajok vannak, parancsolj. Ugye említettük az ikozaéderes szerkezetet, ami ezek szerint akkor a neutronnál is megvan. Ugye az Isten lélek is egy nagy részecske, és az is ikozaéderes, viszont az a téridőben keletkezik, nem két igaz közé ront egy hazug. De az analógia megvan ott is, téridő keletkezésnél, mert ugye... Ez egyáltalán nem biztos, hogy ez a két igaz, meg a hazug, az egyáltalán nem tehát biztos. Tehát a két vízelem, egy tűzelem. Úgy van, az de egyáltalán is, nem biztos, hogy nem igaz. De a téridőnél is az van, hogy egy tűzelem belehajt egy másik tűzelem hullámterébe, egy vízbe tulajdonképpen. Úgy van. Nem, mindig a tűzzel találkozik. De az egy lehagyott hullámtér. De a tűz meg a víz csak sebességkülönbség. Ja, igaz. Az csak sebességkülönbség, tényleg. Egy forrás, állva vagy, relatív állva, mert ez is olyan, hogy milyen mozgásom van relatív hozzád képest. Ez nagyon fontos. Mert hogyha megy mellettem egy vonat, ugyanolyan milliméterre ugyanannyit megy, mint a másik vonat mellette, akkor én át tudok lépni a másik vonatra, ha elég bátor vagyok, mert 100-al megy a vonat, de én át tudok lépni a másik vonatra, mert áll hozzám képest, át tudok lépni rá. Amit lekéstem, ott át tudok szállni rá. Ugye, ha nincs bőröndöm, meg hátizsákom, meg mit tudom, micsoda bonyolult nagy dolog, akkor simán át tudok lépni. De visszatérve megint nagyon fontos, tehát, hogy itt már az anyagi részecskéről van szó. De az anyagi részecske téridő nélkül nem születik. A téridőről már beszéltünk, hogy az a levegő elem, az a harmadik keletkező valami, az őselemek közül a harmadik elem, ő már teremtmény. Nagyon lényeges, hogy és ez a Szentlélek. Tehát maga a Szentlélek már teremtmény. Ettől nem lesz se rosszabb, se kevesebb, semmi nem változik ezzel, csak ő már ugye a tűz és vízelemekből keletkezik, amik a mező elemei. Elkezdtek ezzel foglalkozni, mert rájöttek a fizikusok, hogy ez arra kell menni, csak nem tudták, hogy vezessék be, mert éter sincs. Aki éterről beszél, az tudománytól, a hülye, idióta, stb. De közben megcsinálták a LIGO-t, ami nem mást vizsgál, mint egy Michelson-Morley kísérlet, a tükrök között pattogtatott fényt vizsgál, ugye, hogy az egyik derékszögben állnak ezek a megfigyelő rendszerek egymáshoz képest, és így tovább. Tehát ez egy Michelson-Morley kísérlet, amit leszóltak, mert ugye nem igazolta az éterjét, létét, és az egész egy hülyeség, és nem kell is. Na most az a nagyon érdekes, hogy a rádiósok még mindig az éter hullámairól beszélnek, mert igen, nekik van igazuk, de ők nem hagyták abba. Az a nagyon érdekes, hogy a rádiózásban nem maradt ki. Persze, mert egyáltalán nem tudja megmagyarázni, hogy egy teljesen légüres térben, hogy megy a fény. Mert nem tudja, mi a fény. Ha nem tudja, mi a fény, akkor hogy a francba tudnám megmagyarázni, hogy mozog? Azt sem tudta, már az Einstein sem tudta megmondani a fiának, hogy miért megy a fény félsebességgel. Ugye már ott volt egy probléma. Szerintem később már tudott az Einstein erre válaszolni, de azt a részt már valahogy letolták a pályáról. Tehát már az már nem, nincs benne a tananyagban. Ilyen nagyon proletár tananyag van, de még az atomfizika tanszékeken is. És
néhány atomfizikus professzor ismerősöm, nem mondanám igazán barátomnak, de jobban voltam, beszélgettünk, stb. Tehát jobban voltunk, tudtunk beszélgetni, akik lázadók voltak, ilyen, mert csak azokkal lehetett erről beszélgetni. A dogmatikusokkal egyáltalán nem lehet beszélgetni, mert abban két mondatot nem lehet kiszedni. Tehát ahogy a dogmáját bármilyen módon is megpróbálod megkérdezni, az hisztérikus rohamatka. A dogmatikus így működik. De a lázadók azért rájöttek, hogy hát kérem, nem annyira jön össze, meg nem annyira, nem jön ez a számítás ki. Jaj, hát itt ugye ütközés van, mert a C négyzet, ugye az a fénysebességnek a négyzete, de még a fénysebességnél nincs is nagyobb sebesség. Hogy lehetne C négyzet? Tehát 300 000 × 300 000 km/h. Hogy a francba lehetne? Hát az nem is lehetne. Tehát egy csomó olyan furcsa, bolond ellentmondás van, amit nem magyaráznak meg, és ez körülbelül pont olyan, mint ha megkérdezed a plébános urat, hogy van ez a Szent Háromság. Ez pontosan ugyanolyan. Tehát rögtön elkezdeni, ezt nem illik megkérdezni, ez pontosan ugyanaz, mert a materializmus is egy hit, egy vallás. Nyugodtan mondhatjuk, csak nincs pápája. Ilyen multipápás rendszer materializmus, tehát van néhány ilyen kiskirály benne, vagy mi a csodának neveznél, multipápa, sok pápa van, mert hogy mindegyik pápába pápánál mindegyik jobban tudja, mindegyik elmondja másikra, és így tovább. Tehát a keletkezési folyamat az úgy zajlik, hát a Rigvéda szerint úgy zajlik, hogy van a tűz meg a vízelem, azok egymással találkoznak, akkor létrejön belőle a mahad. A mahad az a téridő, az a hadszimulótus, az létrejön belőle. És utána ebben már mint helyen, mert nincs hely. Tehát ameddig nincs téridő, nincs hely. Nem beszélhetünk helyről, távolságról. Semmiről nem beszélhetünk. Akkor kezdünk helyről, távolságról beszélni, amikor van téridő. De ez nem kell ősrobbanás, hanem ez még az anyag keletkezése előtt van. Később sem úgy keletkezik az anyag, hogy szétrobban, szétrepül, mert nem úgy működik. De van egy a csillagászoknak, meg van egy érdekes ellentmondás, ugye, hogy a gyorsul, ami lehetetlenség, nem is gyorsulhatna, ugye, mert mi földobnak egy követ, aztán ahelyett, hogy szépen lelassulna, megállna, aztán vissza leesne, ez a kő egyre gyorsulva kivegy a világűrbe. Akkor azt is kitalálták, hogy igen, de foroghat az egész univerzum. És akkor a centrifugális erő miatt megy kifelé. Már ilyen feltételezések voltak, de azt is véres, habzó szájjal leugatták. Persze, mert nincs világkép, de az nem derülhet ki. Abban a pillanatban, ha kiderül a világkép, akkor baj van. Tehát ott tartottunk, hogy már van mahad, az a téridő. A téridőben születik az ahamkár. Az ahamkár, az ez isteni lélek. Az egy ilyen csukott lángocska, igazából, mert nem tűzelemből van, de zárt. Ezt nem értette sehogy a rajzoló. Azt hiszem, hogy a Novák Andris rajzolta ezt a rajzot, még az első megjelent könyvébe. És hát ez az ő jogtulajdona. Az Édesvíz kiadónak a tulajdonos igazgatója, akit én személyesen is ismerek. Sőt, majdnem dolgoztam ott az Édesvíznél, már úgy szó volt róla egy időben. Tehát az a lényeg, hogy ez az ahamkár, ez az isteni lélek. És ebből ágasztottél három felé, az a tamas, az az anyagi részecske, belül fekete. Tehát keletkezni valóban olyanra keletkezik, hogy nincs benne fény. Ez az anyagi részecske, ez egy megfoghatónak látszó, megfoghatónak, nem megfogható, csak megfoghatónak látszó valami. Tehát egy átverés, úgy is mondhatjuk. Az idő tükreivel azt az illúziót kelti, hogy ő neki van határa. De közben határtalan. Tehát azért van gravitáció. Csak ezért nem értik az egészet, mert azt mondták már a görög filozófusoknál is, hogy az asztal érjen az asztalig, és már az asztaltól 2 méterre nincs asztal. De közben van. Ugye, mert meg a Föld is tovább tart, mert én kiviszem a világűrbe ezt az asztalt, és elengedem. Fönt a világűrbe elengedem. Elkezd zuhanni a Föld felé a vákumban. Ugye légüres tér van,
mégis elkezd függőlegesen zuhanni a föld felé, aztán mégse függőleges lesz belőle, mert elfordul alatt a föld, ugye, azért vele gondolsz. Ekközben forog a föld alatt, hiába zuhan ő lefelé, tehát zuhan egy csomó ideig, mire leér. Nem fog talán kigyulladni, átlépi a hangsebességet zuhanás közben, de nem föltétlenül kereki kigyulladni, de az űrhajók, ahogy beérnek, igen, mert ő nem kozmikus sebességről indul, hanem nulláról, amikor elengedem a földhöz viszonyítva. Az űrhajók azok ugye kozmikus sebességgel érkeznek be, hogy 11 körül jönnek másodpercenként, hát azért az már úgy rendesen jön, akkor ő fékező rakétával pofára, seggel odafordul a iránynak, amerre megy, és kajakra elkezd fékezni a rakétájával, annyi üzemanyaga van, hogy éppen le tudja magát fékezni, aztán nincs is több, tehát ezek nem csatára való eszközök, mert hát ez egy vicc. Ez egy ilyen orbiton működik, mert ott nem kell üzemanyag, ugye körbe-körbe kering a föld körül az űr, a izét nem hagyja semmi a műholdakat, nem hagyja semmi. Van bennük ilyen korrekciós üzemanyag azért, hogy mit tudom én, egy stacionár műhold, ami áll fönn 38 km a földtől, áll és kering a földdel együtt, de pont egyforma sebességgel, ezért a parabola antennádat rá tudod állítani, és nem kell állandóan utána vinni. Hát ugye 10 perc alatt mondjuk megnézed az űrállomást, most éppen rá lehet keresni az ISS-re, mert az éppen most nagyon fényesen fog többször elmenni, este felé, ilyen 4 óra, 5 óra távol tájban lesz. Nagyon fényes csillag megy az égen, nyugat felől jön, és kelet felé megy. Hát lehet, hogy délnyugat felől jön, és észak-kelet felé megy, de a lényeg az, hogy mert hogy több irányból is jön-megy. Ő kering a föld körül, de egy ilyen, ha földre vetítem a térképre, akkor egy ilyen hullámvonalszerű pályán kering, egyébként körpályán kering, csak a földön a térképhez viszonyítva egy ilyen hullámvonal kering, sosem megy át a déli meg az északi sark fölött, hanem úgy kb. Lengyelország alsó harmadáig megy föl. Nem megy északabbra az űrállomás. Na most, ez kering a föld körül, ez az űrállomás, és lendületből megy. Tehát ameddig, mert a világűrben, hát nem légüres tér van, de nagyon ritka közeg, nagyon-nagyon ritka, de nem légüres. Nem teljesen légüres. Valamennyi atom van. Legyen egy köbkilométerenként egy atom, akkor sem teljesen légüres. És ez a lényeg az egészben, hogy az orbiton lévő űrhajók azok keringenek szépen a föld körül, jó, évtizedekig is elkeringenek, még tovább is. Ha van benne valami kis korrekciós hajtómű, ami mindig visszateszi a pályára, akkor évezredekig is el tud keringeni, ha van benne annyi üzemanyag, hogy ez hajtsa, mert ez lényeges elem. Persze nem csak kémiai módon lehet hajtani valamit, és ez a másik, ami nagyon lényeges, ugye csináltak még napszélvitorlást is most erre. Nem véletlenül mondom a napszélvitorlást, mert ugye az a nagyon nagy vákum, ami annyira vákum, hogy már vákumabb vákum nem is lehet. Aztán érdekes módon azért vitorlást tudtak rá csinálni, és ez kifelé tud csak menni főképpen, de azért csak úgy mondanám, hogy a vitorlással is lehet így menni széllel szembe. Tehát a rendes vitorlással is lehet, a vitorla az alkalmas arra, hogyha megfelelően állítod, hogy akkor így nem így mész pont az irányba, ahova menni akarsz, hanem így mész. Hát vitorlást vezettem már, tudom, hogy lehet menni széllel szembe, és lehet széllel szembe menni, csak te nem mész sosem széllel szembe, de az eredő irányod, az eredmény az mégis a széllel szembe irány lehet. Ez a lényege az egésznek. Hogy lehet úgy ide-oda cikázva szembe menni a szélen. Nem csak eszembe jutott, hogy akkor a végén még eljutunk oda, hogy nem csak a római lovaknak lesz közük az űrhajózáshoz, illetve a római lovak fenekének a méretéhez, hanem a világ felfedezéséhez, a világóceánok bejárásához, annak a tanításához, annak a tanaihoz, tehát az is egy több száz éves tudomány. Igen, hát ez ugyanolyan. A római lovak ugye úgy kerültek az űrhajózásba, azt talán itt a nézők nem, hogy kimutatták, hogy a római lovak seggelynek a mérete az összefüggött az űrhajózással. Na de hogy? Hát úgy, hogy a rómaiak építették az utakat, és az úgy volt megépítve, hogy elférjenek a lovak egymás mellett, ha két irányba mennek.
Tehát a lómai lónak a segmérete volt az etalon, hogy elférjenek egymás mellett a lovak. Ne olyan keskeny utat építsenek, hogy ne férjenek két szekér egymás mellett ellenirányba. Mint ahogy most is az utainkat általában úgy szoktuk építeni. Na most. Aztán később ugye ez az alapja lett a római lovak segge mérete az út szélességével. Az út szélességével utána összefüggésbe került a vasút is, mert a vasúti kocsik is úgy lettek megépítve, hogy a régi nyomtávot használták, a kerék nyomtávot használták, és hát ez különféle etalon volt, de minden esetre úgy nagyon szoros összefüggésben a lovai lovak seggével, tehát kis eltérésekkel voltak ezek, hogy a két vasúti sín, mondjuk, hogy egy vasúti sín elférjen legalább az alagúton keresztül, ugye, úgyhogy ne verje magát be a falába. Na igen ám, csak hogy az amerikaiak a szilárd hajtóanyagú rakétájukat a vasúton szállítják az űrbázishoz, és ezért úgy kellett az űrrakétáknak a méretét meghatározni, hogy átférjen ezen az alagúton. És ettől kezdve ugye összefüggésbe került a római lovak segge a korszerű űrhajózással. Na most, ezek ilyen bolondosan jönnek ide, tényleg igaz. Jó humora volt, aki ezt levezett, nagyon szerettem, nagyon jót nevettem rajta. Vissza majd a neutronokhoz, amit kérdeztél, ugye meg már föl is tettük a táblázatot, és elkezdtünk róla beszélni. A téridőnek a keletkezéséről már meséltünk, meg beszéltünk, de majd még visszatérünk rá, mert ez olyan, mint a tanyasi iskola, hogy vissza-vissza kell térni a régi tananyagra, és kiderül, hogy amikor visszatérek, akkor kezdik ötödszörre megérteni a nagyon jó szakemberek. Akkor kezdik megérteni, hogy én miről beszélek. Mert annyira a dogmája, meg az előítélete, mert hát a kisfeladat az nem szakember. Én lelkész vagyok, és én elmondom, hogy működik a teremtés. Hogy ebben éppes percébe belemegy még az atomfizika, és hát jó van, hála jó Istennek. És ebben a leírásban még elkezdtük ugye magyarázni, a tamas volt az anyag, utána a rajas, az meg a fény, az a látható fény. Nézd meg, hogy az a, mit ábrázolt ide ez a grafikus. Körbe keringő négy darab nyilat rajzolt oda, amik ilyen körbe keringést mutatnak, ugye? És egy 8-as szimmetriát rajzol le, ha megnézed. Igen, a 6-os szimmetriájú téridő az abból jön ki 6-os szimmetriára, hogy az önmagában visszakanyarodó tahion, a másik hatására visszakanyarodó, önmagában visszakanyarodó tahion, az pont 60 fokkal eltérve látja meg magát maga előtt, és az is 60 fokkal, az is 60 fokkal, egy ilyen virtuális rendszer keletkezik. Tehát az időhurkok elkezdenek így összeadódni, és az összeadódó időhurkokból jön ki. És lerajzolta igazából a nagysebességgel mozgó tahionokat, ő sem nem fizikus, én nagyon művelt embernek ismerem a Novákot, de ő sem fizikus, de jól ismeri a keleti filozófiát, és sokat volt keleten, stb. És hogy nem, nyilakkal próbálta lerajzolni a tahionokat, nem tahionokról beszélt, csak egy ilyen 8-as szimmetriájú rendszert rajzolt le, amivel ilyen nyilakkal ábrázolta a körbekeringő valamiket. Azok a körbekeringő valamik, azok az időforrásoknak az időbeli másolatai. Méghozzá rettentő sok másolat keletkezik a világegyetemben, majd ebből lesz a fény meg az anyag. És ezt az egészet ráfogja az isteni lélekre, az ankárra, ami fölötte van. A harmadikat azért emeljük még ki, a harmadik az nem más, mint az emberi lélek, vagy általában a lelkek. Tudnilik ez az egésznek a mozgató, az élő lényeknek a mozgató rendszere. Ez az isteni léleknél kisebb az emberi lélek, és ugyancsak egy lángocskával ábrázolja, mert tüzelemből van. Egyébként tüzelemből van mind a három, ami ott alul van.
tehát a tamas, a rajas meg a szatva mind a három tűzelemből keletkezik. Ez az időnek háromféle nagy módosulat rendszere. Parancsolj! Azért kell hozzá tűzelem mind a háromhoz, mert a kettős idő létrejöttéhez is a tűzelemre van szükség? Az elágazáshoz is tűzelemre van szükség. Elágazás nem keletkezik a vízelembe. Elágazás csak a tűzelembe keletkezik, mert ott kettős idő keletkezik. Méghozzá azért, mert gyorsabban halad a forrás, mint ahogy terjed, tehát az idő kifordul magából, és keletkeznek benne ilyen kettős idejű zónák, amiben a másik tajon, ha belemegy, akkor elágazik benne. Az egyik ág a földgyorsul, a másik lelassul, és visszakanyarodik. És az hozza létre az időurkot, és így működik. És maga a forrás az atya, a kiáradás a fiú, és az egész rendszert, amikor elkezdi már körbe másolni magát, nevezzük Szentléleknek. Mert repül, azért galambban szoktuk ábrázolni, fehér galambban. De ezt csak a beavatottak tudják már, az emberek ebből már nem értenek egy szót se. De én most elmondom. Mivel panaszt emeltek rám hogy ugye, hogy miért beszéltem a végítéletről, hát kérlek szépen, pontosan azért mondom el ezt, mert közeledik ez a bizonyos valami, és ezért elmondom, hogy a tudást a lelkedben tovább vihesd. Hogy arról el tudj indulni, mert nem lesz miről elindulni. Hát egy materialista bolondságról nem lehet újraindulni, tehát akkor év ezredeket fogunk veszíteni. Mint az Arisztotelész ugye azt mondta, hogy az idegek a szívbe futnak össze, és ez ezer évekre megmérgezte az orvostudományt. Igen. Mert ezer évig azt a hülyeséget képzelték, hogy a szívbe futnak össze, egészen addig még már a boncolást nem kezdték engedélyezni, és akkor a húzigáltal a boncorvos a boncorvos húzigált, hogy de hát az nem a szívvel, hanem a gerincvelőbe megy bele, és a szívvel nem is nagyon mennek idegek. Ugye hát itt kezdődik a történet. Mert mi, ugye nincs pitvarkamrai drót. Hogy a csodában működik az egész, mert ott semmi nincs róla. Tehát, hogy mi okozza a pitvarkamrai átadást? Tehát mi működteti a szíveden? Miért kezd el fibrillálni, amikor probléma van? Tehát, hogy elkezd így rezegni, kiesik az üteméből, hogy szív, fúj, szív, fúj. Mint amikor a rendőr megy az izébe, a fülhallgatós izébe megy a rendőr is, hallgatja az izét. És akkor a másikat, ne hülyeskedjél már mindig ezzel a fülhallgatóval, és lekapja, és meghal a másik. És akkor meghallgatja, hogy mit hallgatott, belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés. Csak ez ugyanolyan, tehát ha nem kapja meg ezt az impulzust, hogy neki mit kell csinálni, akkor nem működik rendesen. Tessék, van hogy csak. Kapja meg ezt az impulzust? A pitvari rész megkapja, azt az agytól, a kis agytól kapja, itt hátul van ez a kis agy. Ez egy mindig működő valami, ez még ájult állapotban is lélegeztet téged meg, ez dobogtatja a szívedet. Tehát csak teljes katasztrófánál áll le. Igen, mert ez az életfenntartó rendszer, ez egy független a te tudatodtól. Nem egészen független, mert tudod szabályozni a szívritmusodat, tehát hogyha nekiállsz meditációval, stb. Tudod szabályozni az egész rendszeredet. A jogik ugye ezt szabályozzák, és akkor senki nem érti, mert a sok hülye gyerek nem érti, hogy hogy lehet az, hogy ilyet csinál. Hát úgy, vagy hogy vizes törőközőbe kívül a mínusz 20 fokba. Tehát, hogy és mi gőzölög, és semmi bajon is neki túléli. Tehát nem is fagy rá. Mert annyi hőt fel tud magából szabadítani, hogy nem fázik meg. De ezt is tudatosan tudja csinálni. Na, itt kezdődnek ezek a dolgok, ami az átlagembernek már nem jön be, és akkor elkezdenek hülyézni meg. Na, az csalás, az mindjárt elkezd ilyen. Hát jó. Ülje oda a vizes lepedőbe úgy mellé, és akkor, hogyha te is meg tudod csinálni, akkor ilyen jó srác vagy. Ja, nem tudod megcsinálni, hanem ott fagysz meg, akkor így jártál. Ilyen az egész. Tehát amikor valamit nem tudsz megcsinálni, akkor könnyebb leszólni. Tehát visszatérve, itt már ebben a Védák könyvében le van írva, tehát a Novák azt rajzolta le, ami a Védák könyvében van, és ott már le van írva az anyagi részecske is. Tehát, hogy 20-as szimmetriájú, 19 szája van, 19 szája, tehát 19, mert van egy 20-dik, ami állandóan keletkezik, ez egy ilyen rettentő komplex rendszer. Ezek a pikkelyek? Ezek a pikkelyek, igen.
de ezek így zárnak egymáshoz, és így föl tudnak borzolódni ezek a pikkelyek. Tehát amikor nyitva van, ugye ez magyarázza, ugye beszéltünk is róla, hogy kiöntenek egy vödör forró vizet, kiöntenek a mínusz 40 fokba az oroszoknál Szibériába, a harmadik emeletről, és mire leér, már jég. De ha hideg vizet öntesz le, akkor az még valamennyire le is ér. Hogy lehet az, hogy a hideg víz tovább kellene, hogy hűljön? Ennek ellenére a hideg víz nem fagy meg, a forró víz meg megfagy. Persze, mert nyitva vannak a pikkelyei, és ezért jobban le is tudja adni a pillanat alatt magából a fényt, ami nem ő maga, tehát a neutron, az nem fényből van, nem a fény alakult neutronnál, nem a fény alakult anyaggáz, ezeket el lehet felejteni, nem így működik. Ez két külön létező, a fény, a téridő, az egy csoportba tartozik, mert a fénynek van egy 6-os meg egy 8-as szimmetriájú része. Abba az ám rékvédás ábrában benne volt ugye a mahad meg az a 8 szilmú virág. De hát az megvan. És ez a lényeg az egészben, hogy megvan ez a történet nekünk, értjük, csak nem tudjuk hová tenni. Tehát az atomfizika nem fog egy állandóan Istenről beszélő valamit használni, mert nem, ő nem, hát ő nem hisz az Istenben, sőt, kimondottan ateista. Jó. Na most az a nagyon érdekes, hogy az, aki váltig életre, halálra tagadja az Istent, az éppen Istenből áll. Az összes ember. Abból vagy. Minden, ami lett, az igéből lett. János könyve. Ja, hát az nem, mert az biztos, honnan tudta volna, jön ilyenekkel. De bocsánatot kérek, meg tudod mondani, hogy mi? Azt nem tudom, de nem az. Láttál te már vízilovat? Én láttam, de az nem az volt. Szóval ez körülbelül ilyen. Volt egy ilyen favic régen. Tehát gyermetek dolgokkal vergődnek. Parancsolj! Akkor ez a 20 pikkely, majdnem 20 pikkely úgy jön ki, hogyha 5 és 3 negyed rétegben jönnek ki a úgymond ezek a kvark rétegek, ezek a pikkelyek, a gondolom az az. Javítsunk rajta, az 5. napon délben. Emlékszel? Tehát 5 és fél réteg akkor. Ugye? Igen. 5 és fél, de akkor, igazából az 5 és 3 negyed az az 5 és fél. Akkor úgy jön ki ez, hogy már igazából... elkészült, de még nem enyészett el. Tehát már elkészült, a neutron kész van, kiért a legkülső felszínére, de még nem enyészett el az a réteg teljesen. 5 és 3 negyed nap múlva már az szétmálik, mint a hab a víz tetején. Parancsolj! Viszont akkor kijön a 20 réteg, hogyha mind az 5 forrás négydimenziósnak mutatja magát. Akkor így jön ki a 20 pikkely, hogyha ez végülis egy forrásnak a másolatrendszere, ez nem az? Nem. Tudnék, a párhuzamos univerzumokban máshogy vannak a dolgok, nem egyformán vannak a dolgok, nem azt jelenti a párhuzamos univerzum. Halálra keresi a kozmológia, hogy hol van az anyag. Mert ugye olyan 0,4%-ot már föl is fedeztek körülbelül. És az energiának is csak egy kis részét fedezték föl. És hogy hol a többi? És elnevezték fekete energián, sötét energiának, meg fekete anyag, sötét anyag. Ugye, tehát dark matter. Tehát, hogy fekete, sötét anyag. Dark, sötét. Na de ez igazából nem sötét, hanem aki mondja, na az nagyon. Ez annyira nagyon, mint a hold sötét oldala, ami olyan nincs. És holdnak nincs sötét oldala, mert a hold forog a tengelyek körül, a nap meg világít. Tehát ez egy nagy marhaság, de az újságírók ezt úgy ismételik, egymásról másolják a hülyeséget, és egy nem gondolta végig, hogyha a hold kering a föld körül, és mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk, az igaz, de a nap felé nem. Hát ő egyszer megfordul közben a tengelyek körül is. Ha mindig ugyanazt az oldaladat fordítod a föld felé, akkor is egyszer megfordulsz a tengelyed körül. Tessék, parancsolj! Megvédeném őket, mert valahol igazuk van, csak máshogy kell értelmezni ezt a kifejezést, hogy sötét anyag, lévő. Sötét oldal. A sötét helyére beteszem az ismeretlent, akkor a holdnak van ismeretlen oldala, az anyagnak is van ismeretlen. Tehát van ismeretlen anyag, már nem ismeretlen, ugye, mert föl is térképeztük, ez az egyik. Most már nem, de az ismeretlen anyagot nem ismerjük, az antianyagot nem ismerjük. Azt nem, úgy van, az az anyag sötét oldala, igen. Uh-huh. Tehát nem,
nem ismerjük, mert nem tudja, miből keletkezik, hogy keletkezik. A kvarkokig eljutott, ez egy kívánsághangverseny, a kvarkok, ugye, amiben benne vannak a szükséges kívánságok, amit mérnek egy-egy részecskénél, egy elektronnál, egy protonnál, egy neutronnál, vagy egy műonnál, mérnek valamit, és ahogy mérik ezeket a tulajdonságokat, ezekből csináltak egy ilyen kívánsághangversenyt, hogyha ebből berakunk egyet, meg ebből, akkor abból lesz elektron. Ha ezt a hármat összerakjuk, ebből lesz egy proton, ha ezt a hármat összerakjuk, lesz neutron, tehát ez egy kívánsághangverseny, tehát valójában nincs ott, nincs benne semmi megmagyarázva. Hanem a kívánságokat, amilyen tulajdonságot mértek, arra vezették vissza magát a keletkezést. De nem úgy működik. És amit szoktam mondani, hogy benne van a Bibliában, csak olyan nem olvas Bibliát. Ezek a termések és gyümölcsök, majd tessék utána megnézni. És a termések és gyümölcsök, ezek a kvarkok. Ezek csomósodások a részecske belsejében, amik egyszer csak kialakulnak, azt elenyésznek. Kialakulnak, elenyésznek, mint hogy a gyümölcs megérik a fán, azt lehullik. Megint megérik a fán, lehullik minden évben. Tehát egy teljes neutron ciklus vagy proton ciklus alatt ezek állandóan újra és újra keletkeznek. Nagyon gyorsan keletkeznek, olyan, mintha mindig lennének, hát hiszen nagyon gyorsan egymás után ott ugyanott megjelennek. Nem folyamatosan keletkeznek és kívül enyésznek el? Ugyanúgy, mint az összes... Ezt én még nem tudom. Lehet, hogy igazad van, de szerintem ott enyésznek el, ahol megteremtek. Mert hogy azok a rétegek is kifelé haladnak, igen, mert hogy ezek a tükröző rétegek, ezek kifelé haladnak először még, az elágazás rendszerek hosszúak, és akkor még csak így változik. És amikor már nagyon rövidek, akkor már úgy változik, hogy túlkerül a téridő rétegei miatt, ami egy nagyon bonyolult komplex valami, átkerülnek egymáson, ami áthelyezgeti így őket állandóan, és amikor így áll, akkor egy időellentmondásban van, egyszerre van két helyen, egy időellentmondás jön létre, és ez egy tükröző felületet ad ki. És ez verte át az egész emberiséget. Ez a Maya Fight Law az ókori mesékben. Az Isis Fight Law, Maya Fight Law, stb. Ez az elszakíthatatlan csillogó fátyó. Hát ez mi lenne? Hát ez. Ugye, hogy a táncos nő táncol, és akkor eldobálja a hét fátyol tánc, eldobálja a Fight Law-it, és eldobja az utolsót, eltűnik a táncosnál. Mert ő keltette, de ha ledobta a fájtlat, attól már, akkor már ott nincs semmi. Parancsos. Sejtoszódás, nem ugyanez a kettős időrendszer jelenik meg? Mert az, oké, aztán hallottuk, hogy oszcillál a sejtban. Az egy sokkal lassabb oszcilláció. Tehát a sejtoszódás is gyors oszcilláció. Én ilyen sztroboszkópos lézerfénnyel néztem, tehát olyan lézerfénnyel, ami gyorsan oszcillált, olyannal világítottam a mikroszkópot. És úgy néztem a sejtosztódást, nagyon érdekes volt. Tehát ilyen szaggatott mozgással, mint a diszkóban, amikor én villogó, volt ilyen vakulámpa, ilyen villogó vakú, és akkor a gyorsan villogó vakú, az, mint a sztroboszkóp úgy viselkedik, ugye? Amiben látszólag áll egy indextárcsa, amiben a szögmérő rajta van, hogy beállítod az előgyújtást, és akkor azt pont lehet látni az állítás közben, pontosan, hogy áll, mert hogy mindig ritmusra, a gyújtás ritmusába villan föl, és ezért látszólag az a tárcsa áll. Ehhez nagyon hasonló volt a sebességmérő a lemezjátszókon, hogy volt egy sűrűbb, egy ritkább, meg egy jó sebesség. És akkor, hogy erre megy a csík, arra megy a csík, vagy áll a középső csík, és akkor amikor megállt a középső csík, akkor volt jó sebességre beállítva. Akkor nem hamisan énekelt az énekesnő, hanem normálisan. Tessék, Pancsák! Ez a neutronnál van, de molekuláknál, amikor már felépülnek, ezek úgy kapcsolódnak egymáshoz, úgy, ahogy a idősűrűségük létrehozza a Lagrange pontrendszerüket, és egyik, tehát potenciál különbség van köztük, ezáltal állnak össze különböző szerkezetekké? Igen, ezt hívták a kovalens kötésnek a kémiában. Amiben nem közös elektronnal kötődnek össze, hanem csak úgy egymástól távol állva, mint a grafit. A grafitban nagyon látszik ez a kovalens kötés, és nem csak az látszik, hát a grafitnál ott egy érdekes dolog van, mert a grafit ugye hatszög alakú szén, mint a benzolgyűrű, csak ez más egy kissé, ha hatszög alakban vannak a szén atomok benne,
rétegenként. De nagyon messzire vannak egymástól a rétegek. És az egymástól messzire lévő rétegek el tudnak csúszni egymástól, mert azok csak kovalens kötésben vannak. Tehát még ott is egy lazább fajtából, mert jó messzire vannak egymástól. És azok, akik hadszögalakban vannak, az is érdekes, mert volt ilyen hadszögalakú, egy mágneses könyvvel emlékszem, volt egy mágneses könyvem, meg is van talán még, és a mágnesekről szólt, és abban a ritka földfém mágnesek voltak érdekesek, mert a levegőbe ment belőle egy, vegyérték, nem tudta hova kötni. Tehát így kiálltak belőle ilyen vegyértékek, igazából nem arról van szó, hanem hogy nem úgy kötetnek össze. Tehát ebből a hadszögletű elemekből álló rácsban, rácsozatban, amit most a Péter fölrakott a grafitról, ebben ugye a szénatomok nagyon masszívan össze vannak kapcsolódva, csak ez a sík univerzumon van a rezonanciában. És az atomtávolságok is mindig a Lagrange pontok miatt rendeződnek, tudod? Mert az ott is arról szól a történet, hogy az a hullámtér, amit kelt egy szénatom, az a hullámtér is úgy működik, mint a Föld-Hold kettősnek a Lagrange pontjai. Vagy a Nap-Föld kettősnek a Lagrange pontjai. Tehát már mi 1700-ban mit felfedezték? Egy hullámtéri fizika kezdődött, aztán utána ezt lelőtték, akkor jött a francia forradalom, most lelőtték, eltűnt a lecsóval. Pedig akkor nagyon jó felé indult el a fizika, mert egy hullámokra alapuló fizikát próbáltak csinálni, és az a jó. Nem a részecskékre kell alapozni, bár vannak részecskék, én nem mondom, hogy nincsenek, de nem arra kell alapozni, mert nem az a lényege az egésznek, hanem az a hullámtér, amit minden kelt, fénykvantum, anyagi részecske, emberi lélek, minden kelt hullámtere. Téged egy ilyen hullámtér kormányoz. Tehát a lelked kivetít téged, és ahogy kivetít téged, úgy nőnek ki a sejtjeid. Tehát, hogy a sejtjeidnek az mondja meg, hogy ott milyen sejtnek kell lenni. Elkezd osztódni egy csirkében a sárgája, ugye? A csirke tojásban. Elkezd osztódni a sárgája. Ketté, négy felé, nyolc felé, stb. Elkezd osztódni. Na most, és érdekes módon egyszer csak elkezd differenciálódni. Elkezd benne érhálózat lenni, erre már sokat beszéltünk, mert ez egy roppant fontos dolog, hogy beszéljünk róla, mert ez egy megmutatja a természet magát, csak elmennek mellette. A japán egyetemisták megcsinálták azt, hogy fölütöttek óvatosan egy tojást egy ilyen pohárba, beleraktak egy ilyen nejlonzacskót, vagy celofánt, vagy akár micsodát, és akkor abba beleütöttek egy tojást, és berakták a keltetőgépbe, és kikelt a csirke a föltört tojásba. Csirke lett belőle. Most de óvatosan törték föl, nem oda vágták a ding, mint a háziasszony, hanem nagyon óvatosan vették szét, és eresztették vele nagyon óvatosan a tojást ebbe a zacskócskába, hogy berakták, és kikelt a tojás. Csirke lett belőle, pedig nem is volt tojás héj rajta. De ott meg le lehetett gyönyörűen filmezni az összes fázisát, mert nagyon jó be lehetett látni, hogy a csirke hogy keletkezik. Ez egy őrületesen nagy kísérlet volt, de nem tanították annyira az egyetemen. Igen, mert valami nagyon lényeges megmond. Van egy morfogenetikai tér, ezt a lényegest mondja meg. Van egy morfogenetikai tér, amit a Rappel Sheldrake felfedezett, azt is szarra cikizték szegény Sheldrake-et, még mindig cikizik, mert egy olyan hullámtéri világot feltételezett, ami átvisz információt. Wow, ez már maga az éter, wow, ilyet nincs. Ugye? És szétcikizték, pedig ő nagyon nagy felfedezést tett, akkora Nobel-díj, mint egy ház. Nem tudom, hogy kapott-e, de szerintem nem. Mert a materialisták azok acsarkodtak rá. Hú, teljesen be voltak ráindulva. Még mindig be vannak. Pedig ő felfedezte a csövön a lyukat. Hogy van egy olyan morfogenetikai tér, amiben a majmok között az információ 50-100 kilométeres lévő szigetre is átmegy. Vagy a New Yorki patkány megtanul valamit, és attól kezdve ugyanazt a labirintust a párizsi patkány is gyorsabban csinálja meg. Na de hogy? Na ez a morfogenetikai, na de hát,
Hát az nem lehet, hát az nem lehet, hogy információ így nem mehet át, pedig átmehet. Pedig átmehet. És, tehát össze vannak kötve. Na de mivel vannak összekötve? Nem látom a drótokat, nem látom az összekötést, ugye? És ezért a materialista inkább lelöki a pályáról, az lelöki azt is, aki nagy dolgot felfedezett. Ez nagyon gyakori. Tehát azért halad a tudomány lassan, mert a konzervatívok, itt ez most egész más konzervatív, a konzervatívok azok nem hagyják fejlődni a világot. Ez, ennek is bizonyos előnyei vannak, meg hátrányai is, mert ugye a nagyon dogmatikus az esetleg megőriz a dogmatizmusa miatt, tűzzel, vassal megőriz valamit, amit el akarnak pusztítani, mert lényeges, és el akarják pusztítani. De ő megvédi az élete árán is, és fennmarad az információ. És ez is nagyon lényeges, hogy az ókorból ránk maradt információ, most már ugyan lemondázzák meg, de a Féton katasztrófa benne van a görög mitológiában, most bocsánatot kérek. Az meg már milyen régen, hány ezer évvel ezelőtt volt. És ott van benne. És ez benne lényeges, hogy benne van a Féton katasztrófa a görög mitológiában. Meg egy csomó minden benne van, sőt, még az első föld kora is benne van, ez már a hatodik. Tehát még az első föld kora ideje is benne van. Tehát olyan információk jöttek át az őskorból, nem az ókorból, hanem az őskorból. Olyan információk jöttek át, ami atomfizika, biológia, kémia, stb. Információk. Csak ugye, ha megjelenik mondjuk egy ilyen mobiltelefonnal, mit kezdene mondjuk egy 1800-as években lévő nagyon okos fizikus a kezibe adó? Mit kezdene vele? Megnyomná az oldalán a gombot, azt mondaná nekem a mobiltelefon, hogy blablabla, úgy vágná a falhoz, csak úgy csörög, érted? Megrémülne tőle, mint az állat, úgy megrémülne. Mert meg elkezdene muzsikálni a kezében, lejátszolna a bejelentkező csipogást. És már akkor falhoz vágná. Mert nem tudna vele mit kezdeni, akkor megjelenik a kép. Hú, ez varázslat. Ebben varázslat van, ebben az ördög. Tehát mindjárt ilyen hülyeségek felé menekülni kezd az agya, mert nem érti. Nem érti, és ezért a félelem egyből kiüt rajta. Hidd el, hogy így van. Az embereknek most, a most élő embereknek a 99%-ának lila ködje nincs arról, hogy működik a mobiltelefonja. Halvány lila ködje nincs neki, semmelyik részéről. Az akkumulátort ki tudja cserélni, a SIM-kártyát bele tudja rakni esetleg, ennyi a műszaki tudása, de az öreg asszonyok ott sem se tudják belerakni. Ugye, mert addig járatja, amíg kimegy az akkumulátor, aztán bedobja a fiókba, szar, elromlott. Ja, hát fel kellett volna tölteni. Hát azt ő milyen feltölteni, hová, hová, nem, mit töltsek bele, vizet? Ezért agyilag neki olyan messzire van, hogy azt se tudja, hogy merre hány szerti. Ha megtanítod rá, nem hülye, meg tudja tanulni. Az anyosom 90 éves elmúlt, használja a mobiltelefon. És beszélget az unokáival, meg a dédunokáival. Tessék, Francsa! Még visszatérnék ehhez az ábrázoláshoz. Érdekes, hogy az alján itt a satvához be van írva, hogy szerves, a rajashoz, meg a tamashoz, hogy szervetlen. Hát persze. És akkor itt a szerves úgy kell értelmezni, hogy élő, hogy, tehát hogy lélekszerű. Igen. Igen. Nagyon jó. És ezt tudod, mikor jelent meg? 90-ben valamikor. Tehát ez nem most jelent meg, ez már 30 évvel ezelőtt jelent meg. 40 évvel ezelőtt, a régen. Hát 90 körül jelentett meg. Még egy Trabant hátuljából árult a Moszkva téren. Akkor még Moszkva tér volt, de aztán ezt megváltoztatták. Nem is kaptunk utána olajat. Meg is emelték a gáznak az árát. De nincs Moszkva tér, de jó van akkor. Na tehát vissza, ez ő szerves és szervetlennek nevezi, és ez jó. Ez jó, de az a nagyon érdekes, hogy a szervetlennek is van értelme. Te azt gondolod, hogy a szervesnek lehet értelme, mondjuk egy kutya is lehet, meg egy macska is már okos valamilyen szinten, tehát tervez, kitalál, mit tudom én. Ha van macskád vagy kutyád, akkor tudod azt, hogy az, egy macskára különösen, hogy ha valamit fejbe forral valamilyen üzét, hogy ellop valamit, vagy valamit kieszel, akkor
akkor órákat képes várni, hogy te ne figyelj egy pillanatra. Egy pillanatra nem figyelsz, ő azt kifigyel, hogy na most nem figyel, dippá vicce, el is ment vele. Tehát akkor tépel vele, mert hogy gyorsan elhúz vele. Mert hogy nem felejti el, ha órákig emlékszik, akkor egy tervet visz az agyába, bocsánatot kérek. Hát akkor azt eltervezte, és addig nem nyugszik, ameddig azt a tervet végre nem hajtotta. És ez a terv az nem csak annyi, hogy eszik, hanem annál sokkal több. Sokkal több. Mert értelmes, van érzelme. Tehát meg tud sértődni egy macska, nagyon rád is meg tud sértődni, dügöng, ugye? Meg tud sértődni. Ez a, voltak állataid, akkor tudod, kutya is meg tud sértődni. Valamiért ő megsértődik, és akkor úgy néz rád, mint a véres ronyra. Tehát macska is. És akkor aztán valahogy egy idővel megvigasztalódik, de meg tud sértődni. Tehát az állatoknak van értelme. De itt, amit szervetlennek nevezünk, ugye annak az az érdekessége, hogy a szervetlen is értelmes. Mert a Szentlélek az egy fénykvantum. Egy hatos szimmetriájú fénykvantum. Amiben öt forrás megy, és az öt forrás hozza létre magát az egészet, a téridőt. Na de ő már értelmes. Sőt, már a tűzelem is önmaga, vagy vízelem is önmagában is értelmes. Értelmes, úgy, ahogy mondom. Lehet beszélni a teremtővel, és ő a legokosabb, ráadásul a legrégebbi, ő a időtlen idők óta megvan, és mondhatjuk, hogy örök idők óta megvan, és ezért örök idők óta halmozódik benne az információ, meg a tudás, meg a tapasztalat. Tudni, képes az információt megőrizni, és még feldolgozni is képes. Hogy csinálja, még majd megkérdezzük tőle, mert nem tudjuk. Tessék, azt kijelenthetjük, hogy minden, ami létező, azért értelmes, mert a teremtője értelemmel rendelkezik? Azért, mert ő a teremtőnek a másolata. Egy ilyen femtoszekundum időelcsúszás sincsen benne, tehát nagyon-nagyon rövid időről van szó, és ez a nagyon rövid idejű elcsúszás jelenti azt a világot, amit látsz. A teremtője értelme nyilvánul meg benne? Mondjuk még egy régi fekete-fehér tévén, azért mondok fekete-fehér tévét, mert ott még elektronsugárral meg el lehet könnyen magyarázni, de ott is az van, hogy egy darab fénypont van a képernyőn. Egy fénypont van a képernyőn. Egy világító pont. És ez a világító pont végigmegy így viszintesen a képed túloldalára, aztán visszaugrik gyorsan az elejére, megint végigmegy egy bizonyos adott sebessége, 64 mikroszekundum, de visszamegy az elejére mindig, és újrakezdi, és mindig egy sorra lejjebb és lejjebb rajzol, és így rajzol ki egy képet. Egy darab fénylő pont. És te mégis képnek látod, mert az pislákol. Az nem csak, hogy mindig egyenletes, hogyha egyenletes, akkor fehér képernyőt látsz. Hogyha pislákol valamilyen algoritmus szerint, akkor akár képet is ábrázolhat, tehát lesz valamilyen színész a képen neked, vagy akár kicsoda, létre lehet hozni egy ilyen virtuális világot, a televíziónk egy ilyen virtuális világ. Most már azért nagyon másképp működik, mint a régi valami, itt azt lehetett látni, hogy megy végig egy tévésor, és a kép, hogy megy végig, nagyon szépen mutatta meg a Péter, ezért nagyon jó. Ez a refresh, az újra frissítése a képernyőnek, és így megy rajta végig. Na most, te ezt képnek látod, pedig csak egy fénylőpont. Hát most a színes képernyőnél, még a tévéképcsőnél három elektronágyú volt, és három színes pont volt, egy piros, egy kék, meg egy zöld. Fehér nem volt rajta. Te mégis láttál fehéret, de fehér nem volt rajta. Nincs a izen se fehér sehol, hanem három szín van. A nyom, vagy a izében sincs fehér, a színes nyomtatónál ott a papír a fehér, mert ha nem fehér papírra nyomtasz, sose lesz rajta fehér. De fekete érdekes módon van benne, mert a három színt egymásra nyomtatod, annak elvileg feketének kéne lenni, de mivel pontatlanok ezek a színek, ezért sose lesz igazán fekete, hanem olyan sötét szarbarna lesz benne, hiszen nem lesz szép ma. És ezért rá van nyomtatva még egy fekete kép is, azért, hogy kontrasztos, szép legyen a kép. Tehát a színes nyomtató úgy működik, vagy a színes nyomda. Három szín van, a tévé az ennek pont a fordítottja, a komplementere,
mert a színes nyomtatódban három szín van, de az nem piros, kék, zöld, hanem sárga, kékes, zöld, meg lila. Ez a három, az a bíbor lila. A cián az a kékes, zöld, ciánnak is nevezik azt a színt, és akkor a sárga, ugye a színes tévénél, amikor összekeverem a két színből ezeket a színeket, össze lehet keverni, ami a nyomdában van, össze tudom keverni, de az éppen az van, hogy kettőt összekeverek, akkor jön ki az a nyomdai szín. Az mindig keverékszín a tévénél, ami a nyomdai technikában meg pont másképp van, mert a komplementer színek, vagy ez a kiegészítő, nem tudom, az a, hogy a C-fehér kijöjjön belőle, azt úgy keverik össze, hogy 11%, 38%, meg 50-valamennyi százalék a három szín keveréke, és akkor lesz fehér a képernyőn. Először fehéret képernyőn az ülőjúton láttam a Keravil. A Balaton mozival szemben volt egy Keravil az ülőjúton, már nincs meg egyik se. A Futó utca sarkán volt egy Keravil, és akkor ott láttam először, egy olimpiai közvetítés volt kitéve a kirakatba, színes tévé, csodájára jártak, szóval azért akkor jelent meg egyáltalán a színes tévé, így pláne, hogy meg lehet venni. Nagyon drága volt, még 29.000 forint, amikor mit tudom, 3.000 forint volt egy fizetés csak. Hát azért nagyon drágán adták azt még, mert éves fizetésed volt. Tehát köszönöm szépen. Tehát ez a színes technika is egy érdekes történet, de a világ, térjünk vissza a világra, mert nagyon lényeges, hogy az a, visszatérve a bőmére, mert az egy nagyon érdekes, az megint csak a te kérdésed volt, ugye, hogy a hat réteg, hogy van ez. A bőménél hat réteg van, talán tiszta véletlen. Hat réteg van, és a hat réteg, abban nézd meg, hogy mi van benne. Ádám a paradicsom van, hogy mi van ott a legelső sorban, azt próbáld megmutatni. Ott a legelső sorban, ugye ott van, hogy Ádám a paradicsomban, Sátán Krisztus. Ádám a paradicsomban, Sátán Krisztus. Ilyen egymásnak van. Ez a hat réteg, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor van az Ádám a paradicsomban. Ez mit jelent? Hogy 6 visszacsatolási ciklusa van, amivel ő mindig visszarohan az elektron közepébe, egy neutronnál, visszarohan az elektron kellős közepébe, és előről kezdi a folyamatot, a keltési folyamatot, és 6-szor ismétli ezt az utat meg, amikorra keletkezik a neutron felülete, a külső felülete. Belső felülete is vannak, mert az elektron például ilyen belső felületet mutat, mert hogy az elektron egy fényes kis golyónak látszik, ha úgy megnéznéd szemmel, egy csillogó, egy tükröző kis fényes kis golyó, nagyon sima kis fényes golyó, parancsa. Az elektron lehet akkor az első kvarkok, az elektronok? Nem. Kvarkok egyáltalán. Ilyen kvark olyan nincsen, nem is fedeztek, nem is tudták soha kimutatni. Tehát nincs, nem kísérletileg sose lett bizonyítva. Itt elakadt a kvantumfizika, az kész. De annak már van egy tükröző felszíne akkor, ezek szerint az elektronnak. Igen. Mert az elektron már ugye kelti az a forrásrendszer, amiben 412 és 500 valahány, 514 vagy így, vagy 512 forrás van benne, ez váltakozik, fluktuál ez a forrásszám, és ez ennek a sokszorosa lesz majd a proton pamár a külső felületén, főképpen van a tömege. A protonnak ugye a sok kis elágazás miatt ott van a leggörbültebb tér, nem görbül az sehová, hanem ott vannak térkeltők, vagyis hogy pontosan időkeltők, de ezek az időkeltők gömb alakú világot mutatnak, amellett van egy időhurok benne, és az időhurok már ez kelti a gravitációs hullámokat, hogy ő mindig újrakezdi, és az időszálakon keresztül, mert nem tér, nem időn keresztül megy vissza. Ez a teremtés. Tehát az Ádám úgy kerül újra és újra vissza a paradicsomba,
hogy a hogy hatszor kell neki visszakerülni, mire megszűnik a folyamat, már nem, többször már nem kerül vissza. Nem tud a neutron nem tud akármekkorára dagadni, hanem meg lesz neki egy határa. Vannak nagyobb részecskék, a műon, a tau, stb. A vektorbozonok, a z-bozonok, stb. De vannak nagyobb részecskék, fizikailag nagyon rövid ideig léteznek, és tömegkatasztrofákat mutatnak, ha semmiből jelenik meg a tömeg. Miért? Miért jelenik meg a semmiből a tömeg? Másik is a semmiből jelent meg, nem? A tömeg ott jelenik meg, ahol kettős idő jelenik meg. Ahol kettős idő jelenik meg, ott már megjelenhet ez a tömegjelenség. Ez csak jelenség, a tömeg csak jelenség. Már a téridőben ott van a tömeg. Tehát a téridőnek már van tömege, mert körbe-körbe rohangáló tahionok keltik, de ha tüzelemek, hogyha körbe-körbe rohangáló tahionok keltik, akkor azok egy görbült hullámteret szülnek a környezetükbe állandóan. Az távozik a végtelenségbe. Ez lesz az a téridő, amiben majd keletkezhet a világegyetem. És ez az időhúrok miatt ez már görbült teret kelt, nem kell elgörbíteni ott semmit. Viszont ha görbült teret kelt, akkor van tömege. És a részecskék is ugyanígy ugye az időhúrkok miatt szépen visszamennek. Hát vedd már észre, hogy a nagyon buta ősvallásunkban, amit a leginkább a székelyek őriztek meg, ugye, ők hunoknak is mondják magukat különben. Na, ezek a székelyek őrizték meg az ősvallásukban, az unitárius egyháznak a címerében ott az uroboroszt, ami egyiptomi, meg ógörög. Az közben, itt igen, ez az. Az a kék címe. Ott van benne az uroborosz, vagyis, hogy a farkában harapó kígyó, és van rajta egy fehér galamb. A farkában harapó kígyó, az az elv, a galamb az, hogy ez repül. Távolra tud repülni, ez a lényeg, a galamb azért van benne. És fehér galamb, hogy nem a gonosz. Mert van a kalamóna, ennek a tükörképe is létezik, tehát a nem balos, hanem jobbos. Ez a téridő jobbos, a másik téridő, amiben az antianyag van, az balos. Azért nem marad itt meg sokáig az antianyag, mert a keletkezési táncát nem tudja eljárni. A tükörképes táncteremben nem tud működni, mert nem úgy van a tánclépés felépítve. Ez a lényeg. Hogy az antineutron az egy tükörképes táncterem. Ez az érdekes. Tehát, hogy abba eltéved, mint te, amikor a lakótelepen átmész a szembeszomszédhoz, és minden kapcsoló, minden ajtó, minden ellenkezőleg nyílik, és minden kapcsoló a túloldalon van. Nem tudom, jártál-e már így? Én igen, mert átmentem a szembe haveromhoz, a szembe lévő haveromot, és ott állandóan rossz helyre nyúlkáltam a kapcsolóhoz, mert hogy az én lakásomban nem ott volt. Volt ilyen lakótelepi lakásom. Az elvtársak rájöttek, hogy kinek adták, és azonnal is vették. Tehát teljesen törvénytelen. Tehát ez az uroborosz kígyó elmondja a világegyetem alapelvét, az egész világegyetem alapelve. Az emberi léleké, az anyagi részecskéké, a téridője, vagyis a szentléleké. Mindennek ez az alapelve, ez az időhúrok. Ez a fizikus kollégáknak mondom, hogy ha egy kicsit összeszeded magad, akkor a téridő levezetéseknél meg fogod találni. Az egyik tényező az pontosan az időhúrok lesz, amit mindig eldobáltok. Na, ne dobáljad el, mert ez a világ alapelve. Tehát ez a fontos benne, hogy ennyire tudunk róla valamit, és ugye ott van rajta a korona. Hát tudod? De ez egy fénykorona, ugye? Miért mondom én ezt? Négy forrás van benne, vedd észre, hogy négy forrás van benne, négy ágú a korona, meg középen egy kereszt. De majd vedd észre, hogy négy ágú a korona, és hány volt az előbb a rajasba? Négy nyíl volt. Négy, igen. Gyerekek. A világ alapelve 100 helyen ordít az arcodba, hogy itt vagyok, de nem veszi észre. Ezt ilyennek nézi, olyannak képzeli, hát ez csak a vallási dolog. A nagy arcoskodás miatt nem nézi meg alaposan. A nagy cirádás díszítgetésben így megjegyezném, hogy a koronának a
illetve a keresztnek a vége visszahajlik. Hát ez... Meg elágazik. Igen, igen. Az elágazás, pont ez nem a lényeg. Nem tudom, rejte valamit. De igen, hát lehet. Igen, mintha rejtene valamit, vagy inkább magyarázna neked valamit, hogy arra keresd, az a tulipán motivum, ugye, az nem a tulipán távrázolja, majd jobban megnézed, ilyen tulipán a világon nincs, ilyen tulipán fa, mert ilyen világon nincs. És a néprajzban van ilyen? Persze, mert minek nézi, ha a tulipán alakja van, a beavatatlan minek? A tulipán, hát látja minden hülye. Hát igen, minden hülye tényleg látja. És tőle azt annak is mondja, és gondolja. Hát, igen, hát persze. A tulipán, hát belelátott-e azt. És mindig olyanra próbálod megmagyarázni, ismert dolgokhoz hasonlít. Így működik az agyunk, hogy mindent úgy hasonlítgatsz. Olyan nagy, mint egy ház. Tehát ha valamit hasonlítani akarsz, mekkora? Hát jó nagy, akkora nagy, mint egy ház. Tehát ilyen mértékegységeink vannak, hogy valamihez hasonlítjuk. A hüvelyk, ugye, az ez. Ez a hüvelyk. Ez egy col. Ez az aranymetszés. 1, 1.61. 1.618, ez. Ez 1, akkor ez 1.618. Tehát itt vannak aranymetszésben, itt vannak a méretek. Hogyha ez itt 1, akkor ez itt 1.68. Ha ez itt 1, akkor ez itt 1.68. Minden testméreted, minden aranymetszésben van. Az Isten nagyon megtervezett téged, tessék észrevenni. Ha nem véletlen, hát ha egy kicsit eltérettől az aranymetszéstől valaki, ha mit mondasz, olyan lóarca van, olyan szimpatikus, láttam már valahogy, hasonlít az imperiára. Tehát mindjárt ilyen hasonlatokat azon. Ilyen szimpatikus lófeje van. De persze, mert olyan lóarca van neki. Ugye, vedd már észre, hogyha ettől az aranymetszéstől egy kicsit is eltér egy ember, már akkor is ilyen, csak egy kicsit tér el. Akkor már nem tetszik neked, mert akkor már nem olyan szabályos. Tehát az nem a te világod. Mert te magadhoz mérsz mindent. Te vagy az etalon. De jó, hát ezt nem vallod be, de akkor is. Olyan okos, mint én, ugye? És ezt magadhoz méred. Ja, de hát olyan okos nincs még egy, persze. Ez a másik. Amikor már túltolja a bringát, és akkor azt hiszi, hogy ő a világon a legokosabb. De akkor berombol a kocsmába a kis kovboly, belelő kettőt a plafonba. Kifestette be kékre a lovamat! Feláll egy ilyen baromi nagy kredenc pali. Én. Aha. Elteszi a kocsát. Na jó van, jöttem jelenteni, megszáradt, lehet lakkozni. Tehát ez ugyanolyan. Meg berontból a kocsmába a kis kovaj belelőkettőt a plafonba. Én vagyok itt a legerősebb. Föláll egy ilyen baromi nagy kredenc. Na meg te. Szóval ez is ugyanolyan, hogy az ember így hasonlítgatja. Tehát az ember aranymetszésben, minden részed aranymetszésben van, és ezért látjuk egymást szépnek, arányosnak. Ha ettől eltér, akkor lóarca van. Tehát visszatérve a keletkezésre, nagyon fontos. Ezt a képet is egy részecske vetíti. Az is aranymetszésben van, pontos minden. Tehát nem véletlenek kormányozzák ezeket a dolgokat, hanem egy tervrajzot hordoz a lelked, egy szoftvert, csak ez nem nullákból meg egyesekből áll, hanem egy hologram, és ez a hologram ábrázolja az összes létező atomodat, képzeld el, hogy milyen hologram, nem fényhologram, hanem gravitációs hologram. De a tömegvonzás, azért mondom gravitációst, mert a kettő eredet ugyanaz, tehát nincs külön gravitáció, meg külön atomi rendszerek, az nincs. Tehát a gravitáció az 43 nagyságrenddel kisebb, mint az atomi erők, ezért nem is érdemes számolni. Hát tényleg nem érdemes vele, ez tartja együtt a galaxis, az aprendszer, tehát érdemtelen, hát ez nem kell foglalkozni. A beképzelt idiótája itt ilyeneket mond, hogy a gravitációval nem érdemes foglalkozni, az olyan kicsi
erő az atomi erőkhöz képest, hogy hát az csak ilyen. Futottak még kategória, 43 nagyságú. Az ugye, az 43 nullát jelent, és ott van az első értékes szám, tehát olyan picike, hogy azzal nem érdemes foglalkozni. Hát azért, mondjuk, amikor elbotlasz egy kőbe, akkor meg fogod ismerni, hogy ennek a gravitációnak mégis van ereje. De úgy pofára esel, csak úgy csörög, ugye? Puff, fűbe harapsz, stb. Mert hogy elbotlottál. De nem a kőre kell haragudni, mert a követ is odahúzta magát valamihez. Vagy magához valami odahúzta. Úgy van, a kőre haragszik. Kőre haragszik. Pedig ő tette oda. Vagy ő tervezte oda. Csak még nem tudott róla. Nem tudott róla, hogy ő rakta oda magának azt a követ. Hogy ott hasra kell esni, és lehet, hogy akkor jön a rázkodástól a nagy felismerése. Ugye? Igen. Egy sokkot kap, lefejeli a földet, fölvillan az eszébe valami nagy dolog, és attól kezdve rájön a gravitációra, mert ugye ült a Newton a falat, ilyen hülyeségekkel magyarázták a gravitációt, ült a fejére esett, alma, bang! Na hát, van nehézkedés. Szóval addig nem estek lazan már. Első alma a Newton fejére esett. Szóval így keletkeznek azok a mítoszok, amiből egy szó nem igaz, mert lehet, hogy sose látott almát, mit tudom én, szóval banán esett a fejére. Vagy a majom a fáról leszakadt, mert a banánba kapaszkodott, az meg már élet volt. Tehát nem lehet tudni, hogy mi volt az igazság, de belemagyarázzák, mert nem tudják megmagyarázni, ez a lényeg. A gravitációt egyáltalán nem magyarázták meg, de ha nincs kompakt anyag. És azok a hullámok manipulatívak, amik mindenen átmennek, mert azt tudjuk, de hogy került oda az ókori szövegbe az, hogy a mindenen átfújó szél? Hogy került oda mindenen átfújó szél? A gravitáció az egy mindenen átfújó szél. Mert hiába teszem én be egy páncéldobozba ezt a szemüveget, fölkötöm egy cérnára, és tartom bent a közepén, elengedem, le fog esni a dobozba bent a szemüveg, pedig le van árnyékolva. Tehát a gravitáció az nem úgy működik, mint a rádióhullám, mert azzal próbálják mindjárt összehozni, mert azt ismeri valamennyire, hát azt se ismeri jól, de valamennyire ismeri, és hát persze nagyon megmagyarázza, de hát ugye megmagyarázza egy ilyen színuszhullámmal, mert nagyon akarja megmagyarázni. Hát ha nagyon nem, mert térbeli hullámokat kelt a rádió, mert nem csak erre megy egy színusz, meg arra megy egy színusz, tehát nem tudja, hogy mi az, vagy nem érti, hogy térbeli hullámokról van szó. De ő minden áron így lezajlási hullámmal akarja megtanítani. Tessék, Lancsa? Nagyon közel említettük egymáshoz a gravitációt és a téridőt, illetve a mindenen átfújó szeletet. Ahogy egyértelműsíteni kéne szerintem, hogy a gravitáció az nem a mindenen átfújó szél. Bár de. Le. Akkor a gravitáció is mindenen átfújó szél, mert téridő jellegű. Téridő jellegű. Jellegében olyan, mint a téridő, az anyag által keltett és a fénykvantumok által keltett hullámok is mindenen átmennek. Tehát a fénykvantum hullámai nem verődnek vissza. A forrás elemei pattognak mondjuk egy neutronon belül, a forrás elemei, de ilyen meddő kupakokat lövöldöznek kifelé, meddő, mert hogy nincs benne forrás. A forrás bennmaradt a neutronban, ott pattog. De a kifele, a környezeti áradó, az egy nagy erőt jelent, mert olyan közelségben, még olyan nagyon közel a keltő elemhez, még hatékony, 16. rendszer, szóval ami 6. hatványjal van, tehát jó erő, nagy vagy 5. 6. hatvány, de jó nagy erő, ami a távolsággal aztán csökken. Tehát egy darabig a négyzetesen növekvő vonzerő, dominál, tehát növekszik négyzetesen, azt elér egy határt, és akkor a neutronok meg a protonok mégsem érnek össze. Mert olyan erőteljes kifelé bombázás jön belőlük kifele, a saját hullámterük jön kifele belőlük, meg a fénykvantumok hullámtere jön ki. A rabul ejtett magukba tartalmazó fénykvantumok. A kavitációnál ez megy ki szalaszét. És azért van, hogy a kavitációnál, hogyha megnézed, akkor gammát, bétát, mindenféle hullámokat kelt, alfa, béta, gamma, minden van benne, azért, mert hogy és látható fény, és minden van benne, mert hogy széles a spektrum,
mert akkor eltűnnek ezek az időtükrök, a részecske időtükrei, amik a rabságot, ez volt a börtön, a Basztíj eltűnik, ugye, lerombolták a Basztíjt, a kavitáció, és szétrohantak a rabok belőle. Tessék, Mácsa. Nem lenne egyszerűbb így értelmezni az információ tartalmát elkavitálva? Mindig az egészet tartalmazza, értelmezni nem könnyű. Mert minden fénykvantum, minden anyagi részecske, sőt, minden időforrás mindig az egészet mutatja, az egész univerzum összes elemét, összes elektronját, protonját, neutronját, minden elemét, és az összes értelmét, az összes művészét, az összes, mindent, ami csak létezik, összes űrhajóját, tehát mindent, ami csak tudás, értelem, vagy létezés már, azt is szétsugározza minden, mert keringenek az elektronjaid, de az elektronjaid keringéséből én tudom, hogy te mit csinálsz. Nagyon messziről is. Ugye, mert az elektronod Doppler hatás, amikor jön feléd, akkor sűrűbb, amikor távolodik, ritkú, sűrűbb. Igen, na az összes elektronod ezt csinálja, de így te egy komplex hullámteret generálsz, amiben az összes elektronod keringése, protonod keringése, minden benne van. Egy rettentően bonyolult hullámteret generálsz. Nem az, hogy le lehet írni egy ilyen egyszerű képettel a francokat, mert ez még csak a te hullámtered, de még közben az összes időforrásodban benne van, az összes létező atom, csak létezik az egész világegyetemben, az is mind benne van. Hogy, ha nem fér bele, hol van benne? Információsan benne van. Információs, nem? Bele van, mert az a materialista mindent bele akar tuszkolni. De nem benne van egy kis tartálykában, hanem az N irányú oszcillációjában, ide-oda rezgésében benne van, Heisenberg-féle határozatlanság. Tessék egy kicsit ezt jobban végig gondolni. Az elektron azért nem írható le csak felhőnek, mert N helyen van, nem egy helyen van, itt egy darab elektron, hanem az egyik téridő rétegrendszerben itt van, a másik ott van, milliárd és milliárd helyen van, és ezért egy felhőnek látszik. Egy pont az egész, de mégis felhőnek látszik. És kijönnek ezek a dolgok, a méréseknél is egy pontszerű elektron jön ki, csak nem értik, hogy miért. Tessék, Mácsa. Tulajdonképpen akkor a sima léthullám terjedése is tulajdonképpen egy száruniverzumos terjedés. Tehát akkor is a száruniverzumon keresztül jut, hogyha csak nem. Így jut el, nem? Az csak fénysebesség? Nem, ez két, az csak fénysebesség. A léthullámok azok, a gravitációs hullámok azok csak fénysebességgel terjednek. Ameddig van egy másik univerzum, amiről itt kevés szó esik, ugye, az a száluniverzum. Kijött ezek a stringek a fizikával, szuperstringek. Megvan. A száluniverzum megvan, ezen törte a fejét már mikor a 30-as, vagy, sőt, már a 20-as években ezen törte a Kaluza, meg aztán a Klein, ezen törték a fejüket, meg még egy csomóan próbálták a száluniverzumot megfejteni. És hát valameddig eljutottak benne, mert beleraktak két tulajdonságot, az, hogy halad, meg forog. És ezért lett belőle ilyen rugó. Halad, azért string, a cipőfűző, egy cső. Cipőfűző az egy csőszerű, szövött valami. Ez is egy ilyen szövött valami, ez a rugószerű, amit elképzeltek. És ez el is tudott ágazni. Aztán ebből csináltak, valahogy akartak bele csinálni anyagot, meg minden, de nem persze kijött. Ugyan össze-vissza a frekvenciákat összerajzogattak, láttam ilyen képet már, összerajzogattak, és akkor ez a részecske, ez a, hát az anyát kínja. Hát minden egyes forrás még a száluniverzumban is létezik, képzeld el. De van, amikor csak egy nagyon pici szakasznak. Tehát nem mindig a végtelenségig van. De a felvillanás az mindig a kezdeti forrásig visszavillan. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a teremtő folyamatosan a száluniverzumon keresztül tudósítva van, és nem fénysebességgel, hanem gyakorlatilag egy tér rétegsebességgel, az nagyon-nagyon gyors. Tehát az nagyon gyors. Tehát, hogy a száluniverzum fölvillanása az egész az univerzum külső faláig, meg vissza egy rettentő rövid idő alatt zajlik le. Szinte méretet. 100 milliószoros fénysebesség is semmi. Tehát olyan gyorsan. Erre rájöttek, már 30-ban rájöttek, ezen görcsöltek, az Einstein, Podolsky, Rosen, ezen görcsöltek, nem tudták megfejteni,
írtak mindenféle izéket, hogy mi a szar tudom, mi az egész világról, semmit. Mert nem jöttek rá, hogy mi a fény, nem jöttek rá, hogy mi az alapvető dolgokra. Mert magát az alaplétezőt nem gondolták végig. Pedig ott volt végig a kezükben. Végig ott van a Böhme leírása, 1620-ban megvan, abban az esten olvashatok. Vagy nagyon jól elkezdte leírni, ugye a Bolyai nagyon jól elkezdte leírni a dolgokat, le is írta az appendixbe, aztán az ugye elfelejtődött, nem kellett a kutyának sem, mert nem értették, túl bonyolult volt a sok ilyenek. És akkor nem értették. És hiába küldte el a Gaussnak, meg mit tudom, szóval hiába volt minden, a Lobachevsky is elküldte, és akkor a Gauss meg dühöngött, mert ő is kitalálta ugyanezt, persze, mert benne van a levegőben. És azért nem is reagált a levélre, mert mérges volt. Szóval az volt, hogy ellopta, tudod? De nem kellett, hogy ellopja, hiszen amikor te kitalálsz valamit, az abban a pillanatban már, még ha fénysebességet éred is, egy heted másodperc alatt Kínában van. Vagy a Holdnál, egy másodperc van a Holdnál. Tehát, hogyha 1,2 másodperc alatt ott van a Holdnál a te gondolatod, akkor az olyan, mint hogyha ebben a pillanatban találtam ki, azt már ott is kitalálták, mert a gondolatod nem kompakt. Ha valaki gondolkodik valamin, a egybevágóság van benne, abban a pillanatban beugrik a te gondolatod. Mert ez a lényeg, ugye? Hogy mikor van string egyenlőség? Komparálgat állandóan a lelked. Na, de holografikusan komparálgat, sokkal gyorsabb. Tehát nem úgy, mint a keresi a... Úgy próbálták a izéket keresni, tudod, a dolgokat, hogy a stringek volt egy betűfüzér, egy, mondjuk egy levélcím, vagy egy akármicsoda, kis nyúl, ezt a szót kereste. És akkor végig az egész számítógépedben lévő összes memóriaterületen, vagy a meg kijelölt memóriaterületeken végig keresgéli azt a betűfüzért. Na de az baromi sok idő. A wifi feltörők azok már úgy működnek, hogy azt nézik, hogy mit ismétek, ez biztosra is állandóan. Az a jelszó. Kész. Tehát nem az van, hogy komplementálja állandóan a izét, állandóan végig pörgeti az összes létezhető jelszót, a francokat azt nézi, hogy mit ismételgetsz, azt meg 2 másodperc alatt megtudja. Tehát úgy feltörik a wifi jelszót, mint a fenét, ugye. Hát ez így működik. És ez az, amit nem gondolnak végig. Tehát mindig azon, hogy hát ez ilyen banki kód, 48 bites, ezt aztán már nem lehet föltörni, mert aztán már... Szóval vannak ilyen, hát beképzelt hülye vagy, föl lehet törni. És be föl is törik. Mindig akadnak aztán olyanok, akik hackerek, akik föltörik. Ez csak úgy mondanám neked, hogy az FBI összes szakember nem tudta valami gangsternek megfejteni a telefonját, aztán végén fölkértek egy hackert, azt másnapra megfejtötte. Szóval, mert valamilyen fő, milyen titkos mereti reklámot akartak csinálni a valamilyen izének, valamilyen márkának, hogy azt a telefont abban nem tudják a jelszót föltölni. Föltötte. Itt járt az egyik, a Wordnek az egyik tervezője, és akkor arról volt szó, hogy nem tudja föltörni a számítógépből a jelszót. És nem tudta föltörni. Mert más elven működött teljesen, mint amit az ő logikája diktál. És akkor nem tudja föltörni. Mindig, hogy mondjam neked, az egész macska-egérjáték mindig. És a betörő, vagy a tolvaj, vagy a börtönbe tudja, hogy mikor akar szökni. A börtönőr nem tudja. És így tovább. Mm-hmm. Tehát mindig macska-egérjáték. És hát ez is olyan, hogy most írnak rá egy olyan vírust, amit már nem is tudnak még megcsipni se. De amikor elkezdték, tudod, hogy föl volt a gépedre véve egy film, és akkor volt egy gép, és akkor lopott film volt rajta, és akkor wow. És akkor kitalálták, hogy a fenét, fönn van 1000 gépen ez a film, akkor abból a filmből ilyen pici elemeket csináltak, ami nem a film, csak egy pici kis elemecske, és akkor azt küldözgették mindenféle gépről, de nem egy gépről, hanem a világ minden részéről bekértek egy-egy ilyen, ugyanúgy felosztotta ugyanaz a program, és akinek megvolt, az egymásnak tudta másolni, működve, mit tudom, a programokat.
Tehát mindig a hackerek viszik előre a világot, nagyon érdekes, mert tolvaj, és mégis ez viszi előre a világot, mert a többi meg nem gondolkodik. Nagy arcoskodik, hogy ha, ezt aztán nem törik. De föltörik. És mink meg innen folytatjuk.